Afganisztán, pontosabban az afganisztáni iszlám emírség gyakori szereplője volt a híreknek 2021 második felében. Donald Trump elindította, Joe Biden pedig befejezte az amerikai hadsereg kivonását az országból, annak ellenére, hogy május 1-én megindult a tálib támadás. Augusztus 15-ére elfoglaltak minden tartomány székhelyet és a fővárost is, az elnök elmenekült az országból, és megtörtént a hatalomátvétel. Itt Európa szívében viszont kevésbé tudjuk, hogy mit jelent ez pontosan. Kik azok a tálibok? Hogy jutott ide az ország? És mégis mi zajlik Afganisztánban? Bár sokáig nem kedveltem a történelmet, idővel rá kellett jönnöm ahhoz, hogy megértsük egy ország helyzetét, muszáj megértenünk a múltját. Szóval a videó első felében elmesélem Afganisztán több ezer éves történelmét, tényleg csak nagy vonalakban. A talált régészeti bizonyítékok alapján az ország területén már 50 ezer évvel ezelőtt is éltek emberek, és fajunk talán legősibb földművelő közösségei is itt jelentek meg. Földrajzi elhelyezkedése mindig is különlegessé tette, ugyanis sokan tekintették és tekintik Európa és Ázsia határának, találkozási pontnak a nyugat és a kelet között. Az első civilizációk megjelenése óta rengeteg birodalom foglalta el és uralkodott a területén. Az időszámításunk előtti 8. században a Méd birodalom része volt, ami a 6. században Perzsia lett, Krisztus előtt 330-ban meghódított a Nagy Sándor egy rövid időre, majd kiterjeszkedett rá a Maurja birodalom, a 3. századig a Kusánok birodalmának központja volt, utánuk jöttek a Szaszánidák, a Hunok, a Heftaliták, újra a Szaszánidák, míg végül meg nem érkezett az iszlám hódítás a 9. században. Az első században megszületett a Kínát Európával összekötő Sejem út. A történelem egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala Afganisztán területén ment keresztül, ami miatt a régió mindig fontos volt a birodalmak számára, nem csak úgy hobbiból foglalták el ennyien. Természetesen az iszlám vallású népek sem alkottak egységet, és továbbra is birodalmak váltogatták egymást. 1219-ben Dzsingisz Kán feldúlta a régiót, utána a 16. század kezdetéig Timurlenk birodalmának része volt, 1504-ben pedig a Mogul birodalom tette be ide a lábát. A 18. században jutunk el a modern Afganisztán születéséhez, remélem még birtok egy kis törit, ugyanis itt kezd érdekes lenni. Az 1700-as évek elejére a területet a Mogul birodalom mellett további két népcsoport és szétaprózott afgán törzsek irányították. 1738-ban Nadir Shah és afgánokból álló serege elkezdte elfoglalni a mai ország területét, de 1747-ben meggyilkolták. Egyik parancsnoka, Ahmad Shah Durrani összehívta az afgán törzsfőnökök tanácsát, akik elismerték királyuknak. 51-re elfoglalta a mai Afganisztán és Pakisztán területét, Irán keleti részét, és még Indiába is benyúlt a Durrani birodalomra keresztelt királysága. Őt tartják az afgán nemzet atyának. 1772-es halálával viszont örökösödési háborúk és polgárháborúk törtek ki, a birodalom széthullott. A 19. század elejére emírségekre, azaz iszlám királyságokra bomlott, miközben kelet és nyugat felől is nagy birodalmak fenyegették az afgánokat. Eközben megkezdődött a brit és az orosz birodalom közti hidegháború, ami egy diplomáciai és politikai konfliktus volt Közép-Ázsia ellenőrzéséért. A britek 1839-ben megszállták Afganisztánt, de eredménytelenül, és az akkori uralkodónak sikerült újraegyesítenie az országot az 1860-as évek elejére. A britek újra támadtak 78-ban, és ezúttal győztek is, így Afganisztán egy pufferállam lett India és Oroszország között. Az első világháborúban semlegesek maradtak, de 1919-ben megtámadták Indiát, és elvesztették a harmadik afgán-brit háborút. Ennek végeztével írták alá a Rawalpindi békét, és hivatalosan is megszületett az afganisztáni iszlám emírség, mint önálló állam, amit a világ elismert. Az akkori uralkodó a 20-as évek végén modernizálni kezdte országát. Kötelező közoktatás, a rabszolgaság eltörlése, a nők számára kötelező burkaviselés eltörlése, koedukált iskolák nyitása, csak hogy párat említsek. Meg is lett az eredménye, a radikális vallásos törzsfőnökök fel is lázadtak, 28-ban és 29-ben polgárháború zajlott, uralkodók jöttek, mentek, merényletek és gyilkosságok követték egymást. Az 1933-ban trónra lépő Mohammed Zahir Shah uralkodása volt az utolsó relatíve békés időszak, de ellene is legalább 5 alkalommal lázadt fel egy-egy törzs. A 30-as évek ettől még a modernizáció jegyében teltek, utak épültek, fejlődött az infrastruktúra, az oktatás és még jegybankot is alapítottak. A II. Világháborúból kimaradtak és a hidegháborúban sem választottak oldalt, cserébe mindkét nagyhatalom versengett az ország fejlesztéséért.
Végül aztán 73-ban jött a nagy fordulat, a király olaszországi útja alatt miniszterelnöke erőszak nélkül ugyan, de átvette a hatalmat. Megszületett az afgán köztársaság, élén egyetlen párttal, amitől hihetetlen, de 1978-ban megint elvették a hatalmat. Ez volt a Saur felkelés, amivel az afgán demokratikus néppárt, vagyis a helyi kommunista párt került az ország élére. Az előző miniszterelnök szovjetpárti volt, de nem elég szovjetpárti. Na de hol voltak ez alatt a tálibok? A 70-es évekre a modernizáció és a külföldi fejlesztésekre rátelepedő, hihetetlen mértékű állami korrupció két csoport erősödését hozta magával. Az egyik oldalon fiatal marxista-leninista eszméket valló kommunisták szerettek volna több hatalmat, a másik oldalon pedig a mélyen vallásos, iszlám népcsoportok szerettek volna visszatérni a régi muszlim államformához. 73-tól az erősödő szovjet befolyás egyre inkább elnyomta a vallásos rétegeket, majd 78-tól a kommunista párt vezette afgán népköztársaság még tovább rontott ezen. A szovjet mintára építő új fejlesztések sokak szerint iszlám ellenesek voltak, és a Szovjetunió diplomatái szerint a levegőben volt egy iszlamista felkelés. Nem tévedtek, 79 elején országszintű polgárháború tört ki, a szovjet erők pedig bevonultak, hogy támogassák a kormányt. A felkelők egy nemzetiségeken átívelő csoport volt, akiket összefoglaló nevén mudzsahideknek, a hitharcosainak neveztek. A sok eltérő eszme egymásra talált bennük abban, hogy antikommunisták és proiszlamisták voltak. Megkezdődött a szovjet-afgán háború. Hosszú és megterhelő háború volt ez, amit a szovjet Vietnámnak is neveznek. Az Egyesült Államok, Pakisztán, Kína és Szaúd-Arábia dollármilliárdokat költöttek a felkelők támogatására. Kiképezték őket a gerilla hadviselésre, ellátmányt és rengeteg fegyvert kaptak, hogy ne maradjanak alul a harcban. A 9 évig tartó konfliktus a Szovjetunió kimerülésével és kivonulásával zárult, a civil áldozatok számát 500 ezer és 2 millió közé teszik. A vörösök kivonulásával viszont nem szűnt meg a probléma, 1989-től 92-ig folytatódott a polgárháború. Pontosabban ez a polgárháború. A kommunista rezsim összeomlott, amit egy diszfunkcionális koalíciós kormány váltott fel. A mudzsahidek nem tudtak együttműködni, a belharcok és frakciók közti viszályok újabb polgárháborúhoz vezettek már 92-től, 94-ben pedig megjelentek történetünk főszereplői, a tálibok. Az afgán hadurak közti káoszban egy volt mudzsahid vezető, Mullah Mohammad Omar Pakisztánban kereste a megoldást. A szovjet háború miatti több százezres menekülttáborokban felnőtt egy fiatal generáció a Deobandi nevű szigorú iszlám tanok szerint. Elkezdett közülük toborozni, a tálib szó jelentése tanuló, és ők gyakorlatilag a mudzsahidek utáni generáció. Serege egyre hatalmasabb lett, és Kandahari központjából kiindulva 1996-ban bevették a fővárost, Kabult. Bár sosem került irányításuk alá az ország teljes területe, újfent megalapították az afganisztáni iszlám emírséget. Bármilyen furán is hangzik, de a tálibok sikere a megnyerő kommunikációban rejlett. Elismerték a mudzsahidek jelentőségét a szovjetek elleni harcban, de kiemelték, hogy alkalmatlanok voltak a kormány alapításra, és háborús övezetté változtatták az országot. Decentralizált hálózatként működtek, folyamatosan toboroztak, régi törzsi szövetségeket használtak ki és családi kapcsolatokat. Na de mielőtt túl szimpatikusnak tűnének, a tálibokat a megjelenésük pillanatától elítélték a világ minden részén. A sária törvények szigorú betartatása, a nőkkel szembeni bánásmódjuk, a civilek tömeges kivégzése, az ételadományok elutasítása, földek felégetése, városok elpusztítása és a nép éheztetése egészen más színben tüntetik fel őket. A polgárháború ezen szakasza, amikor már a tálibok voltak a domináns erő Afganisztánban, egészen 2001-ig tartott, közel 400 ezer áldozattal. A tálib kormányt Szaúd-Arábia, Pakisztán és az Egyesült Arab Emírségek támogatta, az eredeti 92-es kormány pedig az összes többi szomszéd, közel-keleti ország, India és Oroszország. 2001 hozott fordulatot, amikor is a szeptember 11-i terrortámadás ürügyén az Egyesült Államok és vele az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália is belépett a háborúba. Afganisztán októberi megszállásával decemberre megdöntötték a tálib rezsimet, és létrejött egy ideiglenes demokratikus kormány az ENSZ támogatásával. A 20 éve háborúzó ország romokban állt, a nép éhezett, és a rossz időjárás okozta éhínséggel együtt itt volt a világon a legalacsonyabb várható élettartam. A tálib erők Pakisztánban gyűltek össze, miközben a koalíciós erők egyre többen érkeztek Afganisztánba. Megkezdődött a tálib felkelés és az újabb afgán háború, ami 2021-ig tartott. A nagyobb szabású harcok 2003-ban folytatódtak. Az Egyesült Államoknak nem volt konkrét terve vagy végcélja a terrorista ellenes akciókon túl.
a tálibok folytatták az addigra mesteri szinten folytatott gerilla harcmodorukat, miközben a menekültáborok és a pakisztáni iszlám iskolák folyamatos emberutánpótlást jelentettek. Hiába vesztettek rengeteg embert az évek során, valahogy mindig újra szerveződtek. A koalíciós erők 2011-ig folyamatosan áramlottak be az országba, mert nem sikerült javítani a helyzeten. A tetőponton 140 ezer külföldi katona tartózkodott Afganisztán területén. Itt aztán Osama Bin Laden 2011-es halála hozott fordulatot. A háborúsok megszűnésével a koalíciós erők a kivonuláson kezdtek ötletelni. 2014 végén hivatalosan is beszüntették a harcokat, a tálibok elleni háborúzás felelősségét pedig átadták az afgán kormánynak és megbízott magáncégeknek. A kormány viszont még a rengeteg külföldi segítséggel sem tudott katonailag a tálibok fölé kerekedni. A hagyományos harcmodor egyszerűen nem tudott mit kezdeni a szétszórt, elkülönült egységekben operáló, mégis közös céllal rendelkező haderővel. Mintha nem egy nagy, hanem több ezer kicsi ellenféllel küzdöttek volna. Így aztán a diplomácia következett. 2020-ra értek be az erőfeszítések, és a születő megállapodás célja az volt, hogy az amerikai erők távozásával az afgán kormány és a tálibok valahogy közösen vezessék tovább az országot, csökkentve az erőszakot. Február 29-én megszületett a megállapodás, miszerint ha a tálibok tartják magukat bizonyos békés eszközökhöz és tárgyalásokhoz, az amerikaiak kivonulnak 21 májusára. Bár katonai haláleset nem történt a megállapodás után, még 2020-ban is több ezer civil halt meg a tálibok miatt, az USA mégis megkezdte a kivonulást. Az ok az volt, hogy a tálibok elvileg az egyezménynek eleget tettek azzal, hogy megszakították kapcsolataikat minden terrorszervezettel. Az Egyesült Államok bár 2014 óta képezte az afgán rendfenntartó erőket a hatékony harcra, azok elfáradtak. A két évtizedes háborúban a kormány oldala teljesen kimerült, 2017 óta a tálibok egyre több területet szereztek, és lássuk be, az Egyesült Államok ki akart vonulni. Nem sikerült rendet tenniük, a háború pedig iszonyatosan drága. Megszületett a döntés, hogy kivonulnak, és bár a tálibok nem tartották magukat az egyezményhez, már nem akartak visszatáncolni belőle. Az eredeti május 20-as dátumot augusztus 31-re módosították, de a tálibok nem vártak addig és támadásba lendültek. A demoralizált, kimerült és amúgy korrupt hadsereg és a félig már ott sem lévő addigra amúgy is csökkentett amerikai erők nem tudtak ellenállni. A tálibok végig söpörtek az országon, május 1-én indult az offenzíva és augusztus 15-én már elfoglalták a fővárost, a demokratikus kormány elesett. De hogy lehettek ennyire sikeresek? Az egyik fő ok, hogy a tálibok 2020 óta dolgoztak úgynevezett fizetett megadásokon. Lentről felfelé haladtak a katonai és kormány ranglétrán, kisfalvaktól a nagyobb városokig. Hivatalnokokat fizettek le a tűzszünetért, majd később a megadásért, és gyakorlatilag felvásárolták a koalíciós haderő által nekik otthagyott fegyvereket is. A vidéki régiókat gyakorlatilag megvették a korrupt afgánoktól. A 2021-es offenzíva során ráadásul a sok békés hatalomátvétel más régiókban is arra ösztönözte a hadsereget, hogy inkább megadják magukat. Minek küzdjenek és halljanak meg, ha a szomszéd faluban harc nélkül még pénzt is kaptak? Fontos faktornak tartják még az amerikai légitámogatás kivonását, amivel a tálibok szabadon használhatták az afgán autópályákat, illetve a közösségi média használatukat több elemző is zseniálisnak nevezte. Hihetetlen politikai momentumot építettek, rengeteg támogatót szereztek, és ügyes kommunikációval meggyőzték az embereket arról, hogy a kormány nem törvényesen van hatalmon. Egyszer már csinálták ezt, az internettel pedig még könnyebb dolguk volt. A tálib sikereket tovább erősítették a kormány problémái. A katonaság és a rendőrség is éveken keresztül szedett ki pénzt a helyi lakosokból, átverték és megfélemlítették őket, sok helyen kis maffiaként működtek rendfenntartók helyett. Mindeközben a katonaság nagy része nem volt hű a kormányhoz, a fizetésért voltak csak ott, miközben a törzsi és etnikai hovatartozás volt fontos számukra. A korrupt rendszerben ráadásul a katonai vezetők is alkalmatlanok voltak, és politikai alapon jutottak előre, szóval voltak bőven problémák. A tálibok pár hónap alatt elfoglalták Afganisztánt, ami után több mint 125 ezer embert menekítettek ki az országból, és még így is 300 ezer civil maradt ott, akiknek az élete veszélyben van. Diákok, dolgozó nők és igazából bárki, aki az amerikaiaknak dolgozott. A tálibok rengeteg háborús bűnt követtek el, a hadifoglyok és civilek kivégzésétől az etnikai alapú népirtásig. Az új tálib kormánnyal a világ nagy része megszakította a kapcsolatot, leálltak a segélyek, befagyasztották a számláikat és nem állt szóba velük a világbank, így 2021 végére az ország lakosságának fele éhezett.
Kína az egyetlen, aki segélyeket szállított nekik, ami miatt sokan feltételezik, hogy a háttérben végig támogatta a tálibokat, pont mint az USA tette azt pár évtizeddel ezelőtt. Afganisztán tehát a gazdasági összeomlás szélén áll. A tálibok tudnak háborúzni, de nem értenek az ország vezetéséhez, de mindeközben a szigorú iszlám törvényeket sikerült visszahozniuk egy szempillantás alatt. Újra kötelezővé vált a burka, a nőket szinte minden munkahelyről kitiltották, betiltották a filmeket, a fotózást, az internetet, a sportot, a zenét, a színházat, olyan szabadidős tevékenységeket, mint a sárkányeregetés, illetve a házi állatok tartását is. Tilos a szerencsejáték, a tolvajok kezét pedig levágják. Elmenekülni sem egyszerű a lezárt, fegyveres katonák által őrzött határokon keresztül. A média blokád miatt egyre kevesebbet hallunk az afgán helyzetről, de az idei tél is súlyos éhínséget hozott magával, ami nem úgy tűnik, hogy egyhamar megoldódik. Mára ennyit a tízes listáról. Lájkolj minket, és ne felejts el feliratkozni csatornánkra, hogy mindig elsőként értesülj a legújabb tartalmakról. Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a Reghostnak.